te nyilvánvaló önbizalommal tértél, hogy jöttél be ide a telki edzőközpontba. Milyen érzés volt így, hogy szép számmal rúgdostad a gólokat, illetve hogy fogadtad a társak, azért nyilván egy-két jó szót. Persze örülök, hogy jó formában érkeztem ide a válogatotthoz. Bocsánat, gyere, kicsit kérlek. Persze mindenki örült neki, hogy jó formában vagyok, úgyhogy jól fogadtak a társak is. Különösebben nem tudok más mondani. További kérdés. Csubi? Kicsit most portálhoz csatlakozom Bence kérdéséhez, hogy mondhatjuk, hogy a karriered legjobb formájában érkeztél most ide? Hát ezt így nem tudnám megmondani, voltam már többször jó formában. Valamikor jobban megy, valamikor kevésbé, most szerencsére jobb formámat tudom mutatni mostanában. Józsi? Gergőcs József MP, talán rossz korábban mondott, hogy elsősorban nem előre tolt égként számítani, és meg volt szó arról, hogy most ebben a pozícióban számítaná le? Ebbe különösebben nem szeretnék belemenni, majd mától fogunk készülni a csütörtöki mérkőzésre. Nyilván kipróbál mindent a mester, aztán meglátjuk. Szerintem 28 éves korodra mondhatjuk azt, hogy a magyar futballnak az első számú csatárává váltál. Így képzelted egy gyerekkorodban? Fú, hát ezt most sem mondanám, hogy első számú csatára lennék. Hát most tényleg az, hogy 28 éves koromra értem el idáig. Nyilván ennek is örülök, de jobb lett volna korábban természetesen. De hát most így utólag nyilván nem bánom, hogy így alakult a lényeg, hogy most itt vagyok. Kérdezik. Kérdezik. Józsi, mondjad. Köszönöm, kérdezik. Gratulálok, Barna, az eddigi teljesítményedhez. Hogy ez mennyiben befolyásolja a jelenlegi állapotodat az, hogy azért fiatalabb korodban külföldön is megfordultál? Mennyire segítették ezt, hogy idáig jutottál? Biztos, hogy segített, hogy azért megerősödtem az osztrák ligákban, úgymond tényleg nagyon sok ligában megfordultam Ausztriában. Biztos, hogy sokat hozzátett, mentálisan, fizikálisan is, úgyhogy persze segített. Józsi? Kicsit, hogyha mesélnél a szerb csapatról, illetve hogy zárt kapus mérkőzés lesz, hogy ez rátokként hat? Hát igen, zárt kapus mérkőzés lesz, és azt sajnáljuk, hogy a szurkolóink nem lehetnek ott. Azt még nem tudjuk, hogy a gyerekek lehetnek-e. Hát a meccsről biztos, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz. Mi is a 3 pontért megyünk, ez nem kérdés, de hát nem fogják könnyen adni, az borítékolható. De hát mától arra készülünk, hogy minél sikeresebbek legyünk, aztán meglátjuk csütörtökön, hogy alakul. Még egy kérdés. Puszta Jelzén a Sport TV-től, hogy a legutóbbi várakatott mérkőzés volt a Szoboszlai Dominik Liverpool egyik legjobb játékosává vált, mondtatok, és egy gólt is lett most a hétvégi bajnokin. Másképpen fogadtátok most itt a válogatott már, mint korábban? Nem gondolom, hogy másképp fogadtuk volna, de hát nyilván azért egy nem kis dolog, hogy egy magyar játékos egy Liverpool csapatához tudott igazolni, úgyhogy hát nem, hogy nem mostanában, hanem még nem is volt talán példa ilyenre. Tényleg hát egy fantasztikus játékos, nem véletlenül a csapatkapitánya a nemzeti csapatnak is, úgyhogy örülünk, hogy ilyen kvalitási játékosok vannak a csapatban. Tibi? A Transfermarkt szerint majdnem háromszoros a szerb keretértéke, aminek, hogy létezik, hogy szerinted van ekkora különbség egyáltalán? Ha egyáltalán van különbség, Nem gondolnám, hogy ekkora különbség lenne a két csapat között. Hát a transfer már most rendben háromszor annyira becsüli a csapat értékét. Nyilván azért sok topligás játékosuk van nekik is, de most már láthatjuk, hogy a mi csapatunkban is 89-en topligába játszanak, úgyhogy úgy gondolom, hogy szűkülni fog ez a nagy különbség. Vanni, ugye azt szokták mondani, hogy a legjobb egy labdarúgónak a folyamatosan játszik. Most itt a válogatottnál gyakorlatilag gyorsan fog tenni a bajnoki forduló után, nem kell egy hetet, másfél hetet készülni. Ez milyen a te, hogy érvényesül a te lelki világodban, hogy így most vasárnap ugye meccs volt, csütörtökök meccs, de közben gyorsan peregnek a napok, peregnek az edzések. Persze, úgy gondolom, hogy ez mindig jó, hogy ritmusban van a játékos, tényleg folyamatosan meccseket játszik.
és nem egy 2-3 hét után kell egy nagyon fontos mérkőzésen pályára lépni. Úgyhogy ez mindenképpen előny, hogy folyamatos a játékban van mindenki. Örülsz neki? Természetesen.